Skorpió, október első fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívumot nézünk, pozitív energiákat, mit üzen nekünk az univerzum, mit tanácsol. Na nézzük, nézzük, nézzük. Érmék királynője. Ó, lesz pénz. Királynők és királyok leszünk. A legelső kártya kihat az egész kirakásra, tehát lesz pénz határozottan. Ha netán pénz kell, akkor kapunk anyagi segítséget. Ha hitel kell, akkor megkapjuk. Ez lehet a bank is maga. Ugye ez a kártya. Egy olyan személy lehet egyébként, aki lehet, hogy egy nagyon jó tanácsot ad nekünk. Nagyon gyakran vagy szűz, vagy bak, vagy bika lehet ez a személy. De lesz pénz, lesz pénz. És megint pénz. Megint érmék, hármas. Milyen pénzes ez a kezdés. Itt a pénz. Ez lehet egy üzlet, egy vállalkozás, ahol hárman vagyunk. Az érmék ugye értékeket is mutatnak. Tehát nem csak pénzt, tehát az egyik érték például az egészség. Itt jó egészség van. Ha netán betegségről van szó, akkor lesz gyógyulás. Amit még szeretnék mondani, hogy itt nagyon jó hárman összeállni egy jó ügy érdekében. Legyen az adásvétel, például el akarjuk adni a lakást. Akkor vagyok én, van a vevő, van a jogász, vagy bárki még, jó, tehát nagyon jó. Tanulni nagyon jó, amikor kijön ez a kártya. A tanulás, a továbbképzés. Megyünk tovább. Jaj, az elixírek, a királynője. Ez a maga a skorpió. Vízenergia. Királynők és királyok leszünk, kaptunk egy megerősítést. Tehát nem csak pénz lesz, de boldogság is. Ez maga a boldogság, ez maga az ajándék. És megint érmék, itt a kilences, ez maga a bőség, az egyik legcsodálatosabb kártya. Ha pénzről van szó, például egészségről, erőforrásról. Tehát kettő darab csodálatos kártyát kaptunk. Itt van a királynő és a kilences. Érmék, érmék. Van pénz, van siker, van anyagi siker. Itt határozottan az ember büszke lehet magára, hogy na, én ezt elértem. Nekem ez sikerült. Tehát pénz is van, boldogság is van. Mi van itt még? A csillag. Hát egyre jobb a csillag. Az egyik kedvenc kártyám. El lehet érni azt a csillagot. Az álmok, a vágyok valóra válhatnak itt. Igen, határozottan igen. Akkor szoktak az emberek hibázni, hogyha nem a saját álmukat akarják megvalósítani, hanem valakinek az álmát. Tehát teljesül, természetesen, csak hát éppen nem az enyém, hanem az anyukámnak, az apukámnak a vágya, az álma, vagy a páromnak. Jó? Tehát itt azért fontos, hogy az én álmom, én mit akarok. Itt muszáj őszintének lenni saját önmagunkhoz. Én mit akarok, én mire vágyom, mi az én álmom. És ez a csillag fogja mutatni az utat, hogy merre kell haladni. De hát a skorpió ügyes. Megyünk tovább. És megint érmék, megint pénz, hatos, jön a pénz, házhoz jön a pénz. Itt a pénz. Megint. Jön az anyagi segítség, vagy a szponzorálás. Van pénz. Pénz, boldogság és az álom. Teljesül.
csodálatos negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés. Ötös érmék. Az egyik negatív kártya. Tehát ha pénzről van szó, vagy egészségről van szó, akkor ez negatív kártya. Jó? Tehát a pénzünkre azért vigyázni kell, mert például ez a hatos mutat olyat is, hogy mi is adhatunk. Tehát van miből, ha segítünk, akkor van miből. De lehet ez egy kölcsön, és nem adják vissza. Lehet ez egy hirtelen, váratlan kiadás. Valami elromlott, a mosógép újat kell venni például. Ilyen is lehet. Nem várt kiadás. Valakinek hirtelen segíteni kell. Ez lehet egy rokon, óvatosan. A rokonok is lehetnek ilyen kis vámpírok. Folyton mi segítünk rajtuk, segítünk, és megint jönnek, és megint kérnek. Jó ez nekünk? Mennyire jó? Jó. Vigyázni kell az egészségre, ha bár itt csodálatos kártyákat kaptunk a pozitívumon, de ugye október az ősz, itt vannak a betegségek, a megfázás, stb. Vigyázni kell az egészségre, és vigyázni kell a pénzre. Jó, okosan kell bánni a pénzzel. Nos, az uralkodó ellenségnek nem jó. Nagyon erős, nagyon kemény ellenfél. Van hatalma. Ő dönt, az övé az utolsó szó. Van pénze. Kapcsolat is van. Nehéz. Ő lehet egy főnök, tehát akinek nem tudunk nemet mondani. Ő lehet egy családtag, hogyne, ő is lehet, amiről az előbb beszéltem, hogy már megint jönnek segítséget kérni, nem tudunk nemet mondani, és akkor bajba kerülünk. Legalábbis a lelkünk, hát kell az nekünk. Nos, megyünk tovább. Pálcák, hármas, ez tűzenergia, botok. Az előrehaladás, valaki vagy valami akadályozni akar minket, akadályozhat. Hát ez az uralkodó, ez tud minket akadályozni. Elsősorban ez kos, vagy olyan személyen kos energiával rendelkezik, ilyen uralkodói energiával. Manipulátor lehet. Megyünk tovább. Mi lehet itt még? Pengék, 9-es, az egyik legnehezebb kártya. Ez maga a kard 9-es. Az álmatlan éjszakák kártyája. A gyötrelem, a fájdalom, a csalódás valamiben, valakiben. A kard, ez maga a beszéd, a pletyka, a rossz indulat az itt van. Például megtudjuk, hogy valakik a hátunk mögött kibeszélnek. Nem is gondoltuk arra a szemére, hogy erre képes. Tehát a szemünkbe így jópofizhat, a hátunk mögöttnek csúnya dolgokat művel. Ilyen is lehet. A lelkiismeret furdalás ide tartozik, hogy miért ezt tettem. Nos, itt kaptunk egy nagyon jó kis figyelmeztetéseket, ha vigyázni fogunk a pénzünkre, az egészségünkre, akkor bizony, hogy elkerülhetjük ezt a szúrós, fájdalmas kártyát. Ugye ez az... ez az ötös a betegség. Lehet, hogy mégiscsak orvoshoz kell ezt fordulni. Ez a kard, ez mutathat ilyen szúros dolgokat, ilyen egészségügyi dolgokat, beavatkozást. Ez plusz információ valakinek, ugye ez általános kirakás. Nos, még mi az, amit el lehet kerülni? Milyen csodálatos kártyát kaptunk, 10-es érmék, az egyik legcsodálatosabb pénzes kártya. Itt a 9-es is a pozitívumon. A királynő az egyik legcsodálatosabb pénzes kártya, és a 10-es is. Nos, óvatosan, mert valaki lehet, hogy el akarja venni
a pénzünket. A kardok, ez maga a virtuális világ, óvatosan ott is tevékenykednek a tolvajok. Jó? Óvatosan a pénz, óvatosan a PIN-kódokkal, a jelszavakkal, óvatosan, óvatosan. Jön egy furcsa SMS, e-mail, óvatosan. Jó? A család is ide tartozik, a családi béke veszélyben lehet. Ez egy jó kis figyelmeztetés. Odafigyelünk. Tehát el lehet kerülni a negatívumot. Pálcák, négyes. Ez egy nagyon jó, nagyon pozitív kártya egyébként. Ez maga az ünnep. Tehát valami, valaki meg akarja akadályozni ezt a boldogságot, ezt az ünnepet. Lehet ez egy esküvő is például, vagy egy keresztelő, és ott lesz egy ilyen uralkodó, egy ilyen nyomuló, de lehet ilyen agresszív típus. Jó? Aki elronthatja ezt a családi ünneplést. Ilyen is lehet. Na most itt kelyheket nem látok például, az alkoholt. Plusz információt nézzünk csak. Négyes. Ez is egy négyes. Kardok. Szúrós kártya. Kell a pihenés például. Időben pihenni. Időben regenerálódni. Időben aludni. Alvás. Minőségi alvás kell. Nagyon fontos mértéket tudni tartani a munka és a pihenés között. Jó? Ha nem állítjuk le magunkat időben, akkor az univerzum meg fog állítani, az biztos, és hogy? Például négyes. Négy napra leállíthat minket. Ad egy kis lázat, ugye? Ágyhoz köt minket az univerzum. Na most, ha te magadtól nem állítottad le magadat, nem pihentél, akkor most én meg foglak állítani, pihenni fogsz. Kapsz egy kis betegséget. Ugye? Itt ez az érmék, ez mutat betegséget. És ugye ősz van, hát mikor, ha nem most. Jó? Óvatosan. Amit még szeretnék mondani, ez a kártya nagyon gyakran mutat olyat, hogy valamit későbbre kell halasztani. Valamit, vagy a terveket. Érdemes egy picit megállni. Na most mi lehet itt? Hát az már egyéni dolog, ugye ez általános kirakás. Itt is van egy pénz. Lehet, hogy ez egy befektetés akar lenni, egy jó kis befektetés, 5-ös, 10-es családi vállalkozás indítása. Lehet érdemes még egyet aludni rá. Jó? Vagy szakvéleményt kérni, jogászhoz fordulni például. Mert ugye a kardok, ez maga a dokumentum, a papírok, mindent, amit írunk, az is ide tartozik. Jó, lehet érdemes még egyszer, amit olvasunk, amit mondunk, érdemes még egyszer elolvasni ezt a szerződést például. Jó, nagyon jó kis figyelmeztetést kaptunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!